Az olajiparhoz kötődő szakszervezetek és intézmények képviselői hajtottak fejet ma délelőtt a nagykanizsai bányászszobornál. A berzsenyi lakótelepen található emlékművet minden évben szeptember első vasárnapján a környékén koszorúzzák meg, akkor felgyullad a láng is, amely a reményt szimbolizálja. Zalát a magyar olajipar, a bányászat bölcsőjének mondják. Ebben Nagykanizsának is hosszú éveken keresztül kiemelt szerepe volt, az elmúlt évtizedekben hangsúlyosabban, mint manapság. A szakma két ünnepnapot tart nyilván, ezek közül az egyik szeptember első vasárnapja, amikor az ágazatban dolgozók megemlékeznek a munka közben elhunytakról, valamint megünneplik azt, hogy van még bányászati ipar az országban. 50-es évektől volt kiemelt szerepe, ilyenkor kapták meg a bányászok a bányásznapi jutalmat, ezért ezek a napok ezek nagyon vidáman teltek abban az időben. Most sem szomorkodunk, visszaemlékezünk azokra a munkatársainkra, akik már nem lehetnek velünk, illetve felelevenítjük azokat a sikereket, amik az elmúlt 50-100 évben megestek a bányászatban, így elsősorban itt Nagykanizsán a kőolaj és földgázbányászatban. A nagykanizsai szobor a bányászat emlékének megőrzése mellett mást is szimbolizál. A gázláng Török Károly szerint hasonlatos az olimpiai lánghoz. A reményt jelképezi számunkra. Ameddig ég a gázláng, ameddig évenként meg tudjuk gyújtatni, addig az azt szimbolizálja, hogy van még a környéken olajbányászat, termelünk még kőolajat és gázt. A csendes ünnepség végén a résztvevő olajipari szervezetek és intézmények helyezték el koszorúikat a nagykanizsai emlékműnél.